A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Kezdődik a családdal foglalkozó műsorsorozatunk újabb adása, így 2023-ban. Most is vannak vendégeink természetesen, mint ahogy ez lenni szokott. Nagy szeretettel köszöntöm a műsorban elsőként Suprisné Tóth Mária táplálkozástudományi szakembert. El lehet mondani róla, hogy fitoterapeuta, azt is, hogy egészségtantanár, de azt hiszem, hogy a mai műsorban a táplálkozástudomány lesz előtérben. És itt vannak állandó szakértőink és vendégeink is, akiknek nagyon örülök. Fekete Cseri Zsuzsanna, Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és mozgásterapeuta, és itt van velünk Tornyai Gábor, atya, plébános, mentálhigiénés szakember. Köszönöm, hogy újra összejöhettünk, és hogy olyan fontos témáról beszélgetünk, mint a család és a táplálás, táplálkozás, na ez így fura, mert hogyha családról van szó, akkor kajáljunk már. Inkább ez a kifejezés az ismerős. Úgy gondoltuk, hogy először egy kicsit idézzük fel, hogy mit hoztunk otthonról, milyen emlékeink vannak, mondjuk közös ebédről, közös evésről, vagy nem közös evésről. Talán kezdjük a vendéggel, aztán aki majd meg is mondja, hogy nekünk a mi emlékeink ezzel kapcsolatban jók-e. Igen, hát a közös emlékek azok nagyon-nagyon fontosak, és tényleg azok is nagyon fontosak, hogy ki mit hozott a családból, milyen szokásokat, milyen mércéket, nagyon fontos, meghatározó egyébként. És nálunk ugye nekem például a koromból adódóan meghatározza az unokáim táplálkozási szokásait is, mert az ember azért ti is nagyszülők vagytok, tudjátok azt, hogy óhatatlanul is próbálja a környezetének átadni a saját szokásait az ember. Abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor még azt gondolom, hogy sokkal szorosabban tudott együttműködni egy család. Ez sok mindenek a függvénye, most teljesen más tempóban vagyunk, teljesen más életritmusban vagyunk, akkor én falun nőttem föl, ez már alapban ad egy minőséget. És nagyon-nagyon jó visszagondolni az akkori közös étkezésekre. A régi időben is úgy volt, hogy inkább a hétvégére szorítkozott, amikor mindenki együtt volt, és nyugalom volt, és közösen tudtunk étkezni. De a hétköznapok sem voltak annyira, talán kimondhatom azt, hogy elsilányosodva, mint ma. Valahogy úgy érzem, úgy minőségben, mint értékekben. A vidéki életnek nálad megvolt az előnye abban a tekintetben is, hogy az alapanyag, azt tudtad, hogy miből van. Hát így van. Tehát gyakorlatilag leginkább azt tettük, amit megtermeltünk. Volt olyan szerencsébe részünk, hogy az udvaron kapirgáló tyúkot tudtuk elfogyasztani, és a kertben termett rengetegféle zöldséget tudtuk fogyasztani. Télire el tudtuk tenni, mert volt helyünk, tehát ez abszolút egy más minőséget képviselt. Viszont volt olyan hátránya, például a városi élettel szemben, hogy mondjuk egy felvágottat nálunk a faluba egyetlen egy héten egyszer lehetett kapni, akkor is úgy kellett rá feliratkozni. De itt, lehet, hogy ez nem baj. Hát ezt akartam mondani, és itt jön be a mai életnél a többletfehérje fogyasztás, hogy itt most már mindenhez hozzá lehet jutni, bármikor, bármennyihez, és ez aztán sajnos különböző problémákat is tud szülni. Nem tudom megállni, hogy azért ne jegyezzem meg ennél a fajta táplálkozásnál, hogy talán a többi szakértőink tudják, tévénézők nem biztos, hogy Marika édesanyja 102 évet élt, tehát jó volt ott a táplálkozás, én azt hiszem. Igen, az is működött. Zsuzsi, neked milyen emlékeid vannak? Nekem most egy olyan konyha jutott eszembe, ahol még a régi sparhát van, és amikor összejött a nagy család, akkor azt képzeljétek el, hogy olyan sok rántott húst vagy fasírozottat kellett sütni, hogy ilyen nagy tepsibe sütötte az egyik nagynéném. Tehát olyan sokan voltunk, unokatestvérek, mindenki. Összejártunk a hétvégékre nagymamámhoz, amíg ő élt, és ezt úgy tudta kézbe tartani, addig ez nálunk rendszeres volt.
Tehát az én gyerekkorom az arról szólt, hogy menjünk a mamához, és akkor van a konyhának ez az illata, hogy bemész oda, és akkor tudod, hogy ma krumplik készült, vagy rizs készül, vagy... Szóval egyáltalán ez egy ilyen nagyon... Nekem ilyen nagyon meleg, és ilyen nagyon jó. Megütött a fülemet egy szó, ez a fehérje túltáplálás. Hogy valóban, hogyha én visszagondolok, akkor abban az időben hétközben nekünk édeskevés hús nem került az asztalra, és aztán a hétvégén mindent is bepotoltunk, amit csak lehetett, én szerintem. És most pedig, hogy reggelire, ebédre, vacsorára szinte el se tudod képzelni, hogy ne legyen valami húsféle az asztalon, hogy ez milyen eltolódás, és hogy milyen változás ebben a történetben, ugye a kaják minőségéről meg hát már esett is szó. Ez az egyik, ami nekem eszembe jut, a másik pedig, hogy ha most a családi táplálkozásra gondolok, ugye mi ketten élünk a férjemmel, de ha összejön a nagy család, megjön az összes gyerekem, unokám, és ahogy szoktam mondani, csatolt fájl és mindenki, akkor azért szép nagy asztal kell, hogy körbeüljünk. Azt viszont nagyon szeretem. Azt most is. Tehát most is az az érzés van bennem, hogy együtt lenni, együtt enni, és ez valahogy így kerek az én világomban. Mindkettőtöknél lehettem már vendég, és tudom, hogy ez a nagy családot megetetni nálatok nem probléma, mert ilyen gyorsan megcsinálni egy-egy ételt, amit ti csináljátok, az elképesztő. De akkor most térjünk rá Gábor atyára is, hogy neked milyen... Én kaptam egy csomó időt, hogy gondolkodjam, úgyhogy ezért megértek külön, hogy így a sorba itt ülök. Az egyik, ami így eszembe jutott, még közben itt meséltétek, a nagymamám, nekem Csóron laktak a nagyszüleim az egyik anyai ágról, és azért az emlék idéződött föl, hogy ott vagyunk a mamáiknál a kis falusi házukban, és akkor a húslevest tesszük csirkéből, ami itt elhangzott, és akkor az úza, meg a szív, meg a kis máj, meg a... Valahogy olyan érdekes volt, hogy annak a sárgarépának az íze más volt, mint amit most akár így a boltokba veszünk, így ez maradt, az idéződött most így föl bennem, meg hát utána persze a petrezselymes krumpi vagy sültek, amiket így a mamáikat megtermeltek, és a másik, tehát ez úgy egy ilyen noszt, és utána persze jött mindig a süti, mert a mama mindig készült valamivel, és akkor most így, hogy így a saját életem, ugye most már anyukáim jutott el a nagyszülői korba, és akkor most ő vette át ezt a nagymamás szerepet, és akkor így hétköznap ugye az unokák jönnek, és akkor ő főz nekik otthon. Sokáig úgy volt, hogy a tesómék is bejöttek, és akkor volt egy ilyen, ez a vasárnap együtt vagyunk, és az jutott eszembe, hogy ugye beleragadtunk ebbe a tradicionális vasárnapban. Anyu mindig próbálkozott, hogy valami más, de hogy húsleves, rántott hús, rizs, krumpli, savanyúság. Tehát ugye ez így, és próbálkozott anyu bármivel, az unokák mindig mama, ezt szoktuk meg, ezt csináld, minden más tehetünk bármikor. Úgyhogy most, hogy hétvégén te nem jönnek a tesó, mik anyukám kitaláltja, hogy csütörtök lett a vasárnap, és akkor ugyanez, akkor megy ez a húsleveses menü anyukának. Úgyhogy ezek jutottak így eszembe most így első körbe, így ezekről a... Volt-e a vagy van-e ima elvéssel kapcsolatban? Igen, nálatok? Hát a klasszikus imádság, igen. Hát akkor a lelki hozzávalót is... Igen, egyébként erről én nagyon úgy egyszer írtam is erről egy kis ilyen szösszenetet magamnak, de nem tudom, hogy most hozzam elő, vagy pedig inkább majd még beszélgetünk úgy rá, erre, mert szerintem én nagyon, legalábbis nekem egy nagyon izgalmas felfedezés volt egyrészt erről az imáról, meg másrészt arról, hogy amikor ajándékba kapok ételt, akkor abban mennyi minden van, mert hogy most ugye a házszentelés időszak van, és időről időre készülnek a házigazdák finomságokkal, és utána persze kapok is kóstolót, ételeket, bármit. És akkor egyszer ezen gondolkodtam el, hogy mennyi minden benne van ebben az ajándékozásban. De ez jelenti azt, hogy a farsangi időszak után neked tényleg böjtölni kell, mert addig éppen feleszed magad. Kicsit belelobok a nagybőjtbe, és mert hála Istennek sok helyre hívnak, de igen, határozottan érdemes megélni ezt a böjtös dolgot. A saját tapasztalataimat is elmondhatom, nekem két dolog jut eszembe a családi étkezésekkel kapcsolatban. Az egyik a hús. Ugyan én vidéken éltem városi életet, mert nekünk nem volt háztáji, de édesapám mindig beszerezte, és a nehéz ételek otthon nagyon nagy szerepet kaptak. Tehát a füstölt csülök, a sült csülök, a rántott hús, az ilyen pörkölt, az olyan pörkölt, tehát
Hú, tudom, mert édesapámnak ez nagyon fontos volt, tehát ott húsnak mindig lennie kellett, ez volt az egyik, ami beugrik. Beugrik az a füstölt, főtt csülök, amit édesapámmal egy foci meccs alatt ketten ettünk meg, pedig akkor még csak tinédzser voltam, úgyhogy na, igen, szóval ez az egyik. A másik pedig az, hogy édesapám későbbiekben a táplálkozást használta fel arra, hogy együtt tartsa a családot. Tehát amíg anyukám tudott főzni, addig ő főzött szombaton is, vasárnap is, ugyan nem egy helyen laktunk, de mindig oda hívott bennünket. A család közben őt, ugye jöttek a párok, hárman vagyunk testvérek, jöttek a párok, jöttek az unokák, mindig többen voltunk, a csúcs az 16 fő volt, és amikor édesanyám már nem tudott főzni, én vállaltam át ezt a családra, ugyan nem ott laktam, és azt nem felejtem el, hogy az első emeletről minden szombaton cipeltem le a 16 kilós fazekat. És vittem át a város másik felébe, hogy meg tudjuk etetni a családot, de tényleg ez volt az összetartó erő. Egyébként nem ültünk volna le együtt, hogyha nincs az, hogy most akkor leülünk és leszünk együtt. Tehát ez tényleg sokat jelentett, és hát ott lehet beszélgetni. Nem tudom, hogy az biológiailag jó-e, hogy étkezés közben beszélgetünk, mert ugye visszaemlékszem arra, nagyon régi időre az még előttünk volt, hogy evés közben ne beszélj. Igen. Most ezzel mi a helyzet? Igen. Én azt gondolom, hogy tehát élettani szempontból, hogyha te egy szeretetteljes közegben vagy, tehát evés közben mondjuk ne veszekedjél, ez nyilván egyértelmű. De hogyha pozitív emóciókat sugárzol a másik fele, vagy a mondandódba ezt adod, akkor az kifejezetten jót tesz magának az emésztésnek is, még a tápanyag hasznosulásának is. Viszont amit nagyon-nagyon helytelennek tartok a mai korban mindenféleképpen, és nagyon sokszor látom, és tetten érhető, hogy leülnek az asztalhoz, most már ez az amerikai konyha szerkezetnek is köszönhető, hogy az ebédlő, a nappali, a konyha úgy nagyjából egybe van, és a nappaliban ott a tévé. És leülnek az asztalhoz, és közben szól a tévé, és mindenki mindenfele figyel, csak az ételre nem, magára az evésre nem, aztán a telefon ott van, tehát igazából az étkezésnek az a személyes, bensőséges jellege, hogy ez most engem épít, ez az én hasznomra válik, ettől én erősebb leszek, energikusabb leszek, és jobb leszek. Ezek a gondolatok meg se fordulnak az ember fejébe, csak nagyon gyorsan lapátoljam be, egyen meg, mert közben ezt nézem, vagy azt nézem, vagy éppen százféle információ kering, és ez borzasztóan káros. És akkor most hadd kapcsoljak ehhez, és már utána is tudom mondani azt, amit ezt előbb akartam, mert pont ebben gondolkodtam, ugye kérdezted, hogy evés előtti ima, meg evés utáni ima, és így egyszer ezen gondolkodtam, saját magamra nézve is, tehát ugye ez nekem is egy lelkiismert vizsgálatom volt, hogy vajon én hogyan eszem. Mert hogy igen, nagyon szép, hogy elmondom, hogy édes Jézus, légy vendégünk, át, mint attánik, meg aki ételt, italt ad, de hogy közben mit csinálok. És egyszer az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint hamisézek, amikor leülök enni. Tehát egy szakrális cselekvés tulajdonképpen, mert hogyha amikor kimegyünk misézni, akkor először megállunk, mondunk egy nyitó imát, utána belépünk a templomba, és gyakorlatilag eszünk. Mert hogy az áldoztatás az tulajdonképpen egy ilyen etetés, ilyen értelemben. Tehát hogy az élet kenyerét veszem magamhoz. És ugye amikor vége van a misének, ugye mi, akik szolgáltatók vagyunk, mi a végén is imádkozunk, egy hálaadó imát, hogy itt lehettünk és szolgálhattunk. És ugye ez járt a fejemben, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogyha valaki ott van a misén, a rituális étkezésen, az legyen ott és figyeljen oda rá. Törekedjen arra, hogy ott legyen, hogy lássa meg, bele tudjon kapcsolni, mi az, hogy megeszem Krisztus testét, az én testem részévé válik, vagy ha megeszem Krisztus vérét, az én életem részévé, és táplál engem az Isten, és hogy milyen nagy dolgok ezek, hogy a kenyeret a kezembe veszem, és magamhoz veszem, tehát hogy rágjam meg. Ugye a régi az szokás az volt, hogy nem szabad megrágni a szent testet, mert hogy mégiscsak szent, és most már vannak kicsit keményebb ostyák, kenyér ostyának szoktuk hívni, aminek meg kifejezetten azt szoktuk mondani, hogy rágd meg, érezd, hogy kenyér, és hogy te eszel most valamit, magadhoz veszel. És akkor innen jutottam oda, és így mondom, magam számára is ez egy ilyen kérdés volt, hogy hogyan vagyok benne az étkezésben, hogy van egy nyitó, meg egy záró imám, tehát egy liturgikus szakrális cselekvést végzek, amire nem figyelek oda.
Mert hogy magamról tudom én is, hogy a mobiltelefon is rögtön pörgetem, vagy keresek valami filmet, és akkor beállítom magam előtt, és miközben eszem, nézem a filmet, vagy nézem a híreket. És hogy nem figyelek arra tulajdonképpen oda, hogy a pillanatban mit teszek, ugye a mai divatos szóza. Pedig te szeretsz enni? Tehát szereted az igen. ízeket? Egyébként igen, és hogyha olyan helyen van, tehát ugye amikor egyedül vagyok, leginkább ez akkor jön elő, mert ha családdal együtt vagyunk, akkor nem. De ha egyedül vagyok, akkor ennek van egy ilyen kísértése, hogy egyedül lenni nem jó. Az unalmas. Megy az idővel, és úgy nem történik semmi. A beszélgetős evés az sokkal jobb. Vagy amikor gurmé evés van. Na, az is egy nagyon jó, amikor szétoblik az étel a száma, és azt mondja, hát ez mekkora. Tehát, és akkor hívom a séfet, de pincére meg, hogy mi van benne, és ez mennyire jó, és hogy amikor egy étel, hogy el vannak találva az arányok, az ízek, és akkor hogy tényleg megérint mindenemet, így, és úgy ülök, és azt mondom, hogy hát ez egy fél falat volt, nem szerettem mondjuk ezeket az ilyen kencézett ételeket, de hogy egy rendes étel rendesen is megvan a harmóniája, tehát egy csodálatosan szép dolog. És hogy akkor ebben mondjuk figyelni azt, hogy van benne az Isten ajándék, hogy ott van az a zöldség, az a hús, annak az embernek a tudása, aki ezt elkészítette, hogy akik dolgoztak azon, hogy az a növény mondjuk meghozza a termést, vagy learadt, tehát hogy ez mind benne van abban az ételben. Ebből gondoltam egyszer bele, hogy mennyi minden belesűrűsödik abba, hogy én a tányérba ott kapok valamit. És hogy mekkora különbség van, és most ilyen értelemben lehet, hogy így ilyen furán hangzik, hogy az étel, a gicses étel, vagy az elkészített étel, a míves étel között. Tehát, hogy amikor oda teszik elém valamit, ami ételnek néz ki, és mondjuk így oda tálalják elém a másikat, egészen másképpen állok hozzá. És lehet, hogy mind a kettő lecsó. És valami nagyon egyszerű étel, de hogy egészen más. Igen, az egyik lesz az étel, a másik lesz a táplálék. Valami ilyesmi, igen. Az is érdekes, most közben megfordult a fejembe, de majd biztos erre is visszatérünk, hogy tulajdonképpen miért teszünk. Azon kívül, hogy van egy biológiai szükségletünk, amiért teszünk, de mindenki másért teszik. Gondolom igen. Én. Van egy ilyen mondás is, hogy azért eszünk, hogy éljünk, vagy azért élünk, hogy eszünk. Ez a nem mindegy. Mert amikor valaki hedonista, és állandóan tényleg csak a, most idézelben, zabálás, meg a minden, hogy mit, hogyan, ő azért él, hogy eszik. Hogy ez is egy függőség tud lenni. Abszolút, igen. Tud-e ünnep lenni mondjuk az együttevés? Tehát én a jegyes pároknak szoktam ezt mondani, amikor beszélgetünk erről, hogy legyen ünnep az életetekben, hogy egy parizeres kenyér is lehet, bocsánat, lehet, hogy most eretnékségek van, de egy parizeres kenyert is meg lehet ünnepi módon enni. Tehát ugye azt mondani, hogy nem a szobában a tévé előtt ülünk és megesszük, hanem mondjuk kiülünk a konyhába, megterítünk, akár csak egy akármilyen gyertyát meggyújtunk, és szánunk időt arra, hogy együnk együtt. És lehet, hogy valami nagyon egyszerű. Nekem egy nagyon-nagyon szép emlékem, egy kerekesszékes barátomnál voltam lenn Balatonon, Jüssi Gábor barátomnál. Anyuka azzal fogadott ott lenn, hogy ó, Gábor, nincs semmi, csak ilyen hideg citromos teánk van, meg zsíros kenyér. Mondom, van hagyma, van. Leültünk, zsíroskenyeret tettünk vöröshagymával, hideg citromos teával, de egy fantasztikus beszélgetésünk volt. Én bennem azóta is bennem van, pedig csak zsíroskenyeret tettünk vöröshagymával, meg citromos teával. Tehát, hogy nem biztos, hogy csak azon múlik, hogy ezt milyen különleges az étel. Ezt a csakot kikérem a zsíroskenyérnek kifejezetten, mert fogyókúrázóknál, ha netán zsíroskenyér van, az nagyobb ünnep, mint a rántott hús, vagy a kaviár, tehát ez ennyire. Egy picit térjünk rá a gyerekekre, Zsuzsi, nálatok rengeteg gyerek fordul meg, ismered a lelki világukat. Milyen kapcsolatban állnak a fiatalok, a gyerekek az étkezéssel? Ugye most ebbe is elég nagy a szórás, és elég nagy a különbség. Találsz túlsúlyos gyerekeket, akik rendkívül rossz táplálkozással mindenevők, iszonyatos mennyiségű szénhidrátot visznek be mindenféle formában és mindenféle kezelések után. Általában ez egyfajta nehezítettséget fog hozni, később ebből túlsúly lesz, mozgásszervi problémák és még minden más, ami ezt követi. Aztán most megjelent egy néhány éve, és szaporodik sajnos a számuk, a szelektív evő gyerekek, akiket úgy nevezünk, hogy nem tudom, támál lassan fényevők lesznek, tehát alig lehet beléjük diktálni, van olyan annak gyerekem. Annak idején válogatósnak hívtuk őket. Hát azért ez nem válogatás, amikor egy gyerek az összes ételpalettáról összesen háromféle dolgot vesz magához,
Tehát azért itt már ilyen szélsőségekbe is elmegyünk. Nagyon-nagyon nehéz, és akkor a harmadik nagy csoport a mindenféle allergiával sújtott gyerekek és a családjaik, ahol pedig muszáj funkcionálisan táplálni a gyereket ahhoz, hogy ne betegedjen meg. Tehát, hogy nagyon sokrétű a kép, és nagyon-nagyon össze-vissza a kép, de biztos vagyok benne, hogy ma a funkcionális táplálkozás, tehát az, hogy amit megeszik, az, aki eszik, az neki, az számára táplálék legyen, az mindennél fontosabb lesz az egészség megőrzés tekintetében, és most már erre fele megy el a világ. Ugye az élelmiszeripar azért áldásos tevékenysége folytán eljutatott bennünket odáig, hogy kénytelenek vagyunk erre maximálisan odafigyelni, és az utánunk jövő nemzedék, meg az ő utánunk jövő nemzedék, az egyre inkább sújtott ettől a dologtól sajnos. Tehát akkor itt aztán abszolút a mi felelősségünk, hogy a gyerekeket szoktassuk hozzá azokhoz az ételekhez, hogy ő tudja azt élvezni, ami aztán neki később is az egészségét szolgálja. Pontosan így van. Itt talán Marika szavait mondtam, azért ezt elárulom. Azt hiszem talán a legnagyobb kihívás, és lehet, hogy vagy nem, majd, ha gondolnak, megerősítesz vagy száfolsz, az, hogy nagyon sok ételben mindenféle ízfokozók vannak, amik ráerősítenek valamire, amitől ízletesebbnek tűnik. Nem biztos, hogy tápláló vagy egészségesebb, de hogy ugye nehez sem értek, de hogy amiket itt csak így hallok, hogy éppen ezért kialakul egyfajta függés vagy kötődés bizonyos ételekhez, mert hogy olyan plusz adalékok vannak benne, és innentől kezdve mondjuk egy nagy kihívás a szülőnek, nagyszülőnek azt mondani, hogy ne ezt tedd, hanem ezt, de ennek meg nincs olyan íze, ami mondjuk annyira vonzó tudna lenni mondjuk egy gyerek számára, vagy fiatal számára, mert azt mondja, hogy fú, na ez úgy, igen, ez úgy oké, nagy, hogy megcsináltad, de ezt azért nem kérjük. Erről most az jut eszembe, hogy van egy kolléganőm, ugye nálunk a kollégák is azért egész magas szinten kell, hogy képzettek legyenek egy csomó dologban, és van egy kolléganőm, aki valamit a szájába ölsz, és ha már automatikusan nyúl a második falatér, akkor megnéz, hogy ebbe biztos van nátriumglutamát. És benne van. Tehát olyan szinten rabja, hogy képtelen, tehát el kell előre tenni, ne legyen elérhető közelségünk, mert különben megyek érte. Iszonyatosan tudunk függésbe kerülni. Erre már szakmák, tehát foglalkozások épültek, tehát olyan biokémikusok foglalkoznak olyan anyagok felfedezésével és különböző ételekbe juttatásával, ami köti. És ez sajnos ez már szinte a tápszerektől indul. Igen. Tehát ugye a tápszerekben már olyan, és az, hogy a nátriumglutamát, ugye amit te mondasz, ami egy nagyon-nagyon, tehát az egészségügyi szempontból nagyon káros, mindenbe beleteszik, mert viszont ez nem egy ízanyag, tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ez valamilyen ízt ad az ételnek, nem. Ez egyszerűen az ízlelő bimbóknak a kémiáját változtatja meg oly mértékben, hogy az az étel neked finomnak tűnjön, és ahhoz az ízhez te visszatérjél, és ahhoz ragaszkodjál. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, mert aztán ezek a különböző ízfokozók, például mondjuk a nátriumglutamát, egy idő után erősen rákeltő lesz, mert ugye ennek is megvannak, vannak ilyen szabályok, hogy adi értékek, tehát ugye napi maximális bevitel, hogy egy bizonyos, mondjuk egy chips nem tartalmaz többet. Na de hát az a gyerek például nem biztos, hogy csak egy zacskó chipset eszik meg egy nap, lehet, hogy kettőt. És akkor innentől kezdve már túllépte azt az adi értéket, és akkor innentől kezdve már nincs is értelme annak, hogy most valamilyen értékeket határozzunk meg. És itt jön a felelőssége a szülőknek, óriási felelőssége a szülőknek, hogy hogyan kezdik a hozzátáplálást a gyereknél. Hogy jutalmazok, mivel jutalmazok, hogy mindjárt a cukor, az édesség. És innentől kezdve aztán nagyon-nagyon nehéz lesz a gyereket erről leszoktatni. És utána hiába mondja azt később a szülő, hogy nem veszem meg neked. Hát ez nem, tehát nagyon következetesnek kell lenni. Tudom, hogy nem hiszitek el, de pillanatokon belül lejár az adásidőnk, de nyilván folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Egyetlen egy dolog jutott eszembe, és ez is saját tapasztalat, hogy ugye esszük az ízesített dolgokat, most beszéljünk kenyérről. Nekem volt egy érdekes felismerésem az elmúlt időszakban. Ráakadtam egy olyan pékségre, ahol adalékmentesen a régi fajta kenyeret készítik el, kovásszal, élesztő nélkül, minden nélkül, és mikor először beleharaptam, akkor mondom, te jó ég! Hát ebben nincs ízesítő, és mégis finomabb, mint bármelyik ilyen mű ízesítős tartalma. Tehát az ízeket elnyomja
ez a sok adalék agyag. Tehát az eredeti ízet, ami ízt, ami egyébként egy nagyon jó dolog, azt elnyomja. Uh-huh. Igen, csak neked van emléked az eredeti ízhez, de tudod azt kötni, hogy ez most még, de mondjuk egy gyereknek ő azt fogja mondani, hogy ez nem finom. Így van. Mert igen. Ő azt szokta meg, hogy igen. A kenyérnek ez az íze, igen. És kap mondjuk egy olyan kenyeret, ami kovászos kenyérünk, és azt mondja, hogy ez savanyú, meg nem finom. Igen. Mert a kovásznak megvan az a maga kicsit olyan savanykás íze, amit hozzátesz az egészhez, amitől úgy másabb, mint a megszokott édes kis kenyér, amit úgy egyébként szoktunk enni. Pedig nagyon fontos, hogy jókat tegyünk, ezért is fogunk beszélgetni erről a témáról a következő műsorban is 2 hét múlva. Most nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Suplisné Tóth Máriának és Tolnyai Gábor atyának, hogy itt voltak. Nagyon jó volt a beszélgetés, órákig tudnánk folytatni, de majd csak 2 hét múlva. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.